A kung fu-ról beszélünk, akkor mindenki Bruce Lee-ra, vagy pedig a Shaolin templom papjaira asszociál. Innen ered egyébként ez a küzdősport? 300 évvel ezelőtt a Shaolin kolostorból származott a Wing Chun kung fu is. 5 mesternek sikerült onnan elmenekülni egyszer, amikor megtámadták a kolostort és leégették, és ők adták össze a tudásukat, és innen jön a Wing Chun. A másik, a Bruce Lee, az pedig úgy történt, hogy Ip Man nagymester kezdte nyilvánosan tanítani a Wing Chun kung fu-t. Neki már volt 16 tanítványa, és köztük volt a Bruce Lee is, meg a mostani nagymesterünk a Leon Ting nagymester is. És utána Bruce-nak ki kellett menni Amerikába, és végig is valójában, hogy elkezdett filmezni, ő tette híressé ezt a stílust. Ha Bruce Lee-ra gondolunk, egy vékony, alacsony férfiről van szó, aki elképesztő erővel bírt, és bárkit legyőzött. És hogyha megnéznek téged, akkor te sem tűnsz nagy darabnak, és olyan borzasztó erősnek, de hát nyilván nem küzdenék veled szívesen. Így igaz, tehát a Wing Chun kung fu az nem az erőről, nem a lazaságról szól, hanem inkább a technikáról. Ez egy apácnőnek a stílusa volt, egy 50 kilós hölgy, tehát a női logikára, női fineszre építette az egész stílusát, tehát nem kell hozzá, hogy valaki nagyon erős legyen, vagy meg tudja csinálni a spárgát, hanem tényleg a technikák működnek. Sok küzdősport van, de hogy te mit mondasz, hogy azért a kung fu mert? Hát a Wing Chun az annyiból másabb, hogy tényleg mindenki elsajátíthatja, tehát hogy nem kell hozzá előképzettség, nem kell hozzá az, hogy valaki erős legyen. Úgy szokott lenni a tanítványon figyelem meg, hogy az első évben még ugyanúgy félnek, tehát amíg kezdők nem tudják pontosan a technikákat. Utána 2-3 év múlva jön az önbizalom, hogy ide nekem a falubikáját, és akkor jaj, de jó vagyok. És utána, amikor viszont már megvan a tudás, akkor megint fél az ember, valójában nem a támadótól, hanem a támadástól, mert annyira a kezébe lesznek a mozdulatok, hogy nem igazán fogja tudni, hogy éppen mit fog használni, és lehet, hogy komolyabban meg fogja sebesíteni a támadóját. Mert hogy fegyverré válik az ember? Hát edzés kérdése, igen, tehát hogy erről szól az egész, tehát az összes végtagunkat, minden izületünket kifejlesztjük, és valójában a legvégén fegyver lesz. Mint a küzdősportok nagy része, ez is mentális felkészültséget és átszellemlést igényel, illetve azt, hogy folyamatosan dolgozzunk a testünkkel? Természetesen persze, mint bármilyen művészet, tehát legyen a zongora, vagy valaki nyelvet tanul, vagy bármi, tehát minél tovább tanulja, minél mélyebben benne van, annál ügyesebb lesz, annál jobban elsajátítja, és persze utána már egy ilyen életformára válik az egész. Wing Chun kung fu alapállás az úgy néz ki, hogy vigyázzállásba állunk. Jó, a kezeket felhozod a mellkas vonalára, jó, így 20 picit hátrébb, tehát próbáld a könyököket hátrafelé összehúzni, jó, kicsit kényelmetlen, jó, itt egy tenyeri távolság, jó, utána berogyasztom a térdeket, egy negyed guguló tartás, így nagyon szép, utána a sarkadon kifordulsz teljesen, amennyire csak bírsz, és utána pedig a lábad ujján. Jó, a következő mozdulat a kéztartás. Az meg úgy néz ki, hogy mind a két kezünket középvonalra tesszük. Kinyújtott kéznél, körülbelül egy tenyérnyében van, így mutatom, hogy jobban lássad, egy tenyérnyében van a hátra. Várj, a másik kezemmel vagyok. Igen, az szuper, jó, igen, és kicsit könnyök hajlítva. Jó, és az ellenfél torka felé néz, a hátsó kezünk meg a testünktől van egy tenyérnyével előrébb, így is, ez pedig fölfele néz. Jó, a könyökök szépen bezárva, tehát a könyök védi a borda kaput. Jó, nagyon szép, igen, és erre figyelj, középen legyen a kezed. Van egy különleges támadási módszerünk, a láncütés, ami arról szól, hogy folyamatosan ütünk. Első kezet kinyújtod, jó, és utána a másikkal szépen szigorúan a középvonal ütök előre, és ezzel a kezeddel meg ilyen U betűből megkerüled. Jó? Tehát mindig amelyik kéz megy előre, az megy szépen egyenesen, és mindig a másik kézzel kerülsz. Nagyon szép. Azaz, úgy, és szépen puha-puha a kéz, ne feszüljön, csak szépen puha. Jó, ha megfeszít a kezed, akkor benne marad az erő. Jó, csak szépen puhán, nem neked kell érezni az erőt, hanem majd az ellenfélnek. Jó, csak szépen ki, és még egy fontos, a váll ne mozogjon bele. Úgy, nagyon jó, csak a kéz. Azaz, úgy, szuper, jó. Jó, pihenj egy pillanatot, jó. Üssél csak egyet felém, tehát ütsz egyet, bármi. Azaz, tedd bele a várad, léci. Jó, ha benne van a váll, ennyire labilis leszel, hogy két ujjal elbírlak húzni. Ha a válad a helyén marad, és hátul van, és csak a könyökből jön az erő, azaz, nyújts ki, légy szíves, jó? Azaz, akkor meg szinte el sem bírlak rántani. Értem. Jó, tehát ne told bele a testedet. Jó, ha messze van az ellenfél, majd picit közelebb megyünk hozzá, tehát ne dőlj bele a válladdal, inkább picit hátrafelé, és abból lesz az ütésnek az ereje. Ügyes Wing Chun harcos másodperc alatt 2,5-3-at tud ütni.
Tehát egy másodperc alatt három ütés fejre, az egy egész jó tud esni. Jó? Tehát akkor a gyorsaság azért, azért az igen, nagyon igen, fontos számotokra. Igen, igen. Tehát az erő miatt, az erő, szusszanyom, picit pihenjen, tehát az erő az F1-elő MSLA. Tehát az embernek a tömege, a kezének a tömege az adott. Tehát az a lényeg, hogy a gyorsuláson bírsz fejleszteni, minél gyorsabban megy a kezed, annál nagyobb lesz a becsapódó erő. Jó? Tehát ezért nem a tömegre megyünk, meg a súlyra, hanem a gyorsulásra, a sebességre, hogy ezáltal a becsapódó erőnek a erejét érjük el. Bal kéz fölül, megy le a kezem, nagyon jó, és a ballal megkerülöm a másikat, és úgy jön vissza, úgy is jön vissza hátra. Jó, utána becsúszik mind a két kéz előre, jó, könyök csak eddig, tudod, beszélgettük, hogy a könyök egy ökörre van a bordakaputon, nagyon fontos mindig, hogy védje a bordát, jó. Tenyerek előre állnak, azaz, és onnan jön egy szúrás, azaz ellenfél szemmagasságon nagyon jó, és utána pedig egy dupla könyök, jó, fordulunk balra, azaz, és ott fönt a kéz, jó? Tehát arra figyelj, hogy a könyök és a ujjhegy egy vonalban legyen, jó? Ez a könyökütésnek az imitálása, jó? És közben a lábfej is forduljon abba az irányba, úgy. Tehát itt vagyok, azaz, és a súlypont maradjon teljesen a hátsó lábon. Még egyszer vissza szembe, jó, azaz. Jó, jövök ide, visszamutatom. Tehát szembe. Kiszúrunk. Fordulunk bal oldal, jó, és most jön a neheze, kéz marad a helyén, és csak átfordulunk innen 180 fokba, tehát a alapállástól másik irányba 90-be, de egyszer csak az egyik láb mozog, tehát itt a hátsó lábon van a súlypont, jó, tehát amiről beszélgettünk az előbb, hogy hátsó lábon van a súlypont, mert visszafordulsz középre, most középen van a súlyponton, tehát hogy mindig legyen meg a súlypont, és ott fordulok át a másik irányba, nagyon jó. Az jó, tehát hogy mindig a stabilitásra mindig figyelj, hogy csak párhuzamosik a lábon, igen, csak párhuzamosik, igen, és a hátsó lábon a súlypont. Nagyon jó, amiről beszélgettünk, hogy ne bírják kirúgni. Aha! Esett, ezért meséltem róla, hogy a hátsó lábon a súlypont. Hány órás egyébként egy foglalkozás? Egy, másfél? Másfél órások, hetente kétszer másfél óra edzés van, és a edzésnek a fölépítése az úgy néz ki, hogy körülbelül 10-15 perc formagyakorlat, maga a tréning zöme egy óra hossza páros gyakorlatok, és a legvégén van ilyen gyorsaság, készség, ügyesség fejlesztő gyakorlatok, és a legvégén egy ilyen 10-15 perc erősítés. Most én azt gondolom, hogy az elején nem is fizikálisan fáradnak el a tanítványok, hanem mentálisan. Inkább mentálisan, igen. A koncentrációval. Igen, meg a fizikai elfáradás, ezt egy 5-10 perces alvással kibírod, például hazamész, már jó vagy. Jó, de mentálisan meg úgy lesz így az embert, hogy nagyon, tehát arra kell egy 24 órás kipihenés. A következő példa pedig az ellenfél elejének az elvezetése lesz, jó? Most előbb már beszélgettünk itt a lábunkáról, tehát fölrakjuk a kezünket, és a könyököd emeld meg egy pillanatra, azaz, és úgy képzeld el, hogy az ellenfélnek a bejövő ereje fordít téged. Emeled a könyököd úgy, és szép lassan is a fordulás nagy, a súlypont a hátsó marad. Úgy, és ez pedig ide. Mind a két csukló ugyanúgy a középvonalon, amit beszélgettünk, hogy a középvonalon helyezkednek azért fontosságú szervek, tehát ez miatt mind a két csukló folyamatosan a középvonalon marad. Tehát itt se engedheted meg, hogy szétnyílik a kéz, vagy elnyomod, vagy valami. Jó? Tehát, és itt ez a pozíció. Az is a könyökerőt próbál tartani, hogy az ne menjen feléd. Jó, tehát nem válból megy a kéz, hanem könyökből. Philip Jimmy óta tudjuk, hogy a paraszrengőnél erősebb ütést még nem találtak ki. Csak nagyon könnyű védeni, mert hatalmas úton gyorsul, nagyon nagy távot tesz meg, bárhol beleblokkol bárki, akkor az ki van védve. Jó, tehát és az új erőforrás pedig a könyök lett. Jó, ezért van az a láncütés, amit már gyakoroltunk, jó, hogy a könyök erőt használjuk. De itt is fönt van a kéz, fölemelem a könyökömet, és onnan fordulok el. Az a szuper, tehát nem a válból dolgozunk, hanem szépen könyökből. Jól akarod csinálni, és pontosan, és mélységbe vele akarsz menni, nagyon át akarod látni az egészet, akkor átszellemülten odafigyelve kell gyakorolni, és hogy miért odarakom a mozdulatot, sokkal jobban tudok odafigyelni, hogy az itt van, ott van, amott van, és akkor kevesebb idő alatt el lehet sajátítani, mint hogyha először megtanulod rosszul, és háromszor annyi energia rámegy majd arra, hogy kijavítsuk a hibás mozdulatot. Azt hiszem, hogy sikerült átadni nekem ennek az egésznek a szellemiségét és a hasznosságát. Köszönöm, egy kicsit még gyakorolnunk, egy pár óra hosszát is talán jó lesz.